történetnek a címe a Pórul járt sarka. Jutka Pepita kabátkáján három gomb ragyogott. Három aranygomb. Szakasztott olyan volt az egyik, mint a másik, meg a harmadik. Testvérgombok, gombtestvérek. Mindenhova együtt jártak Jutkával, ha hűvösre fordult az idő. Egyszer valami történt. Jutka bent játszott a szobában építőkockáival, amikor hallja, hogy édesanyja szólítja. Jutka, Jutka, kicsi lányom, szalad ki a kertbe, szedj egy kis friss szamócát az ebédhez. De vedd fel a kabátodat, hogy meg ne fázz. Jutka már ugrott is. Csak úgy panyókára kapta aranygombos Pepita kabátkáját, fogta fonott kosárkáját, és kiszaladt. Legugolt a szamócágyás mellé, és szedte-szedte a zöld levélkék mögött bújócskázó szamóca szemeket. Színültig szedte kosarát, és futott be vele édesanyjához a konyhába. Mindjárt kapott is belőle kóstolót. Amikor Jutka beszaladt a kertből, és kabátját a fogasra akasztotta, nem vette észre, hogy az egyik aranygomb hiányzik róla. Noha ő nem vette észre, egy csigabiga nagyon megörült neki a kertben. Éppen egy lapulevélből reggelizett, amikor a csillogó gomb eléje repült. Mi lehet ez? Ámult el a csiga. Talán egy kis repülőgép? Gondolta. Persze, persze, örvendezett. Na, ezután én is repülök, mint a szitakötők, lepkék, madarak. Hogy megbámul majd a többi csiga, ha rajta lát? Próbált felmászni rá, neki rugaszkodott néhányszor, de mindig lebukvencezett róla. Ahogy ott erőlködik, hozzáfut a kis gyík, és eldönyörködik a csiga kincsében. Kedves jó csigabiga, add nekem azt a csillogó gurigát, kérlelte, hadd gurigázzam bele. Hát ez nem repülő? Kérdezte a csiga csalódottan. De nem ám, nevetett a gyíkocska. Ez gurítani kell, de csak az olyan fürgék érik utol, mint a nyuszik, gyíkok, gyerekek. Neked talán 7 napba is beletelne. Hát, ha így van, nem bánom, elviheted, mondta nagylelkűen a csiga. Öreg vagyok én már a gurigázáshoz. A kis gyík boldogan gurigázott az aranygombbal. Végül is elálmosodott, és elbóbiskolt egy napos kövön. Arra repült egy szarka. Már messziről észrevette a napon szundikáló gyíkot, és mellette a csodálatosan csillogó gombot. Ez kell nekem, gondolta a kabzsi, és halkan, nehogy a kis gyík felrezzenjen, a kőhöz lopózott, és elcsente az aranygombot. Aztán hús, repült a fészkébe vele. Megörültek a fiókái a fénylő holminak, de menten hajba is kaptak miatta. Másnap a hétfő hideg széllel érkezett. Jutka óvodába készült, be akarta gombolni a kabátját, hát az egyik fényes gomb helyén csak egy árva cérnaszál fityegett szomorúan. A kertben veszthettem el tegnap, mondogatta magában. Tüstén ki is futott, hogy megkeresse. Szaladt a szamócáshoz, kereste-kereste, sehol sem találta. Meglátott egy csigát, megkérdezte tőle. Csigabiga, nem találtad meg az aranygombomat? Leszakadt a kis kabátomról, most befúj a helyén a szél, és megfázom. Szerencsében, kislányom, hogy rám bukkantál, mondta jóságosan a csigabiga. Hát ez gomb volt, nem repülő, és nem is guriga. Bizony megtaláltam, de egy kis gyík igen megóhajtotta, hát neki ajándékoztam. Megkeressük a gyíkocskát, és visszakérjük tőle ezt a te micsodádat, aranygombodat. Meg is találták hamarosan a kis gyíkot. Nagy buzgón keresgélt, kutatott valami után a fű között. Amikor megpillantotta a Jutkát és a csigabigát, elkeseredte bánatát. Képzeljétek, amíg szúnyókáltam, az aranygurigám elgurigázott világgá, most aztán kereshetem. Hát az az én aranygombom volt, pityeredett el Jutka. A Pepita kabátomról errőlni pottyant le, amikor szamócát szedtem. Ez már más, mondta sajnálkozva a gyíkocska. Akkor keressük együtt, hárman többre megyünk.
Ebben a pillanatban az öreg diófa felől égtelen cserregés hallatszott. Megjelent egy fehér mellű, fekete tollú szarka felettük. Csörr, csörr, cserregett csúfondárosan a szarka. Az aranygombot keresitek? Azt ugyan kereshetitek, mondta kárőrvendően, mert az nálam van. Jutkának, a csigabigának, a kicsigyiknak elállt a szava, mintha bánatukban megnémultak volna. Mi az, nem hiszitek? Meg is mutathatom, dicsekedett az álnok. Fel is repült azon nyomban a fészkébe, és amikor újra előkerült, ott csillogott csőrében Jutka aranygombja. De mi történt? A magasban éles villogással egy hatalmas, éjfekete sas jelent meg, a madarak királya. A szarka ijedtében kiejtette csőréből az aranygombot, és szállt-szállt szélsebesen a fészkébe. Bezzeg nem cserregett most. Jutka sem volt rest, rögtön felkapta az aranygombot, búcsút intett a jó szívű csigabigának, a kedves kis gyíknak, és befutott a házba. Az elveszett és megtalált aranygomb visszakerült a régi helyére, testvéreihez. És azóta, mintha még vidámabban csillognának, mint a hárman. Eddig tartott a mese. Ma este is Osváth Erzsébet könyvéből, a Kismanó sapkájából olvastam nektek. Holnap a hinta mese kerül sorra. Lehet, hogy éppen ez fog benneteket megihletni. Egy kis rajzolásra, egy kis alkotásra. Várjuk nagyon a rajzokat. Aludjatok szépet, jót, kellemeset, hosszút, nagyot. Sziasztok, szép álmokat!